Alula egy folyamatosan változó varázslatos birodalom, és ti ezt szeretnétek bebarangolni. Utatok során azonban számos helyi lakossal fogtok találkozni, akiknek különböző szívességet ígértetek meg. Játék során az lesz a feladatotok, hogy beváltsátok ezt az ígéretet, és felfedezzétek a birodalmat. Sziasztok, én Dávid vagyok, a mai videóban pedig a vándortájat fogom nektek bemutatni. Így néz ki a játék, hogyha három játékoshoz készítettük elő. A játék mindig 8 fordulóból fog állni, és minden fordulóban egy-egy ilyen kártyát fogtok magatok elé kijátszani, amiket majd visszafelé kell felfordítani a játék végén. A játékot az a játékos fogja megnyerni, aki a 8. forduló után a pontszámításban a legtöbb pontot ért el. De beszéljünk kicsit részletesebben a kártyákról, ugyanis ez adja a játék savaborsát. Ahogy már említettem, a kártyákon különböző információkat lehet látni. Ez a szám jelöli mindig azt, hogy a felfedezés mikor történt, tehát nappal vagy este, illetve a felfedezés idejét, hogy mennyi ideig tartott az adott kártyát felfedezni. Néhány kártyán látható ilyen szentélyikon, ez majd a szentélyek megszerzésekor lesz fontos. Ezen kívül minden kártyának van egy színe, amit ez a háttér jelöl. Ezen kívül pedig láthatóak különböző ikonok, amik majd a pontszerzéskor lesznek fontosak. Ezen kívül van néhány kártya, aminek vannak különböző feltételek, amik azt szabják meg, hogy milyen ikonokat kell összeszedni a játék végéig. Ha teljesítitek a feltételt, megkapjátok a győzelmi pontot. Ez a kártyát például nappal fedeztet fel, található rajta egy udu szimbólum, ezen kívül, hogyha teljesíted a feltételet, tehát összeszedsz 2 aranybogáncsot, onnantól kezdve a játék végén minden egyes zöld hátterű kártya után 4-4 pontot fogsz kapni. Most, hogy megnéztük a kártyákat, nézzük meg röviden, hogy hogy is néz ki egy forduló. Ahogy már említettem, a játék 8000 fordulóból fog állni, és abban mindig 3 fázis lesz. Az első fázis során minden játékosnak ki kell választani a kezéből egy kártyát, maga elé le kell tenni képpel lefele, ha ezt mindenki megtette, szépen meg kell fordítani. Fontos, hogy a játékban a kártyákat fordulóra mindig balról jobbra kell kijátszani, tehát a legfrissebben kijátszott kártya mindig a jobb szélső lesz. Minden fordulóban újabb kártyákhoz fogtok hozzájutni, méghozzá innen, tehát minden fordulóban 3 kártya lesz a kezetekben. Fontos még megjegyezni a szentélykártyákat. Bármikor, amikor olyan kártyát játszol ki, aminek a felfedezési ideje nagyobb, mint a legutóbb kijátszott, akkor hozzájuthatsz egy szentélykártyához. A szentélykártyák, ezek a kisebb méretű kártyák, ugyanolyan információkat tartalmaznak, mint a nagy rendes kártyák, tehát van színük, különböző ikonokat tartalmazhatnak, és a játék végén busásan megjutalmazhatnak titek egy győzelmi pontok formájában. Fontos, hogy minden fordulóba csak egy ilyen szentélykártyát tudtok szerezni, viszont minél több ilyen nyomikont játszotok ki, annál több kártya közül választhattok majd. Nézzük meg röviden, hogy a 8. forduló után hogy fogjuk lepontozni a régiókártyákat. A kijátszott 8 régiókártyát le kell fordítani, és a kijátszási sorrendtel ellentétesen kell őket lepontozni, tehát mindig a legfrissebben kijátszott kártyát kell először lepontozni, majd megyünk visszafele. Ezt a kártyát játszottam ki legutoljára, tehát ezt megfordítom. Ugye, ő ad egy ilyen ikont, ezen kívül akkor adna 10 pontot, hogyha lenne már felfordítva egy szettem, tehát sárga, kék, zöld és piros kártyám, ez most nem érvényesült, tehát érte nem fogok pontot kapni. Viszont nem kell csüggednem, jön a következő kártyám, aminek teljesítettem a feltételét, ugye a 2 szentélykártyámmal, ami azt mondja, hogy mindegyik zöld, illetve sárga kártya után kapok egy-egy pontot, itt egy zöld kártyám, itt egy sárga kártyám, van egy zöld szentélyem, tehát ez önmagában már 6 pontot ér. Így fog tehát zajlani a pontozás, kijátszási sorrendtől ellentétesen fogjuk sorban lepontozni a kártyánkat, tehát a játék során az lesz a célunk, hogy minél jobban előre tudjunk tervezni, és legyen egy pici szerencsénk, hogy olyan kártyákat tudjunk egymás után lejátszani, amik hatással lesznek egymásra. Így működik tehát nagy vonalakban ez a trükkös kártyajáték. A vándortájat elsősorban azoknak ajánljuk, akik szeretik a gyors, pörgős játékokat, viszont szeretik megtornáztatni az agyukat, és szeretnek előre tervezni. Ha megtetszett a játék, megtaláljátok szaküzleteink polcain, illetve a webshopunkban. Hasonló videós tartalmakért iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, de megtaláltok minket Facebookon, Instagramon és TikTokon is. A következő videóig jó felfedezést, én Dávid voltam, sziasztok! És hogyha érdekelnek hasonló társasjátékos tartalmak, akár bemutatók, akár szabálymagyarázó videók, akkor kattintsatok ide!